Bérlakásprogram. Még ebben az évben elkezdődik az építkezés, első körben 70 bérlakás épül Nyírbátorban. Húsvét, szabolcsi tradíciók a kereszténység legfontosabb ünnepéhez kötődve. Halad az építkezés, közel 500 millió forintból épül református templom Örökösföldön. Hetven új bérlakást építenek Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházás idén nyáron kezdődik, és várhatóan már jövő ősszel átadják a lakásokat. Az elmúlt évek beruházásainak és fejlődésének köszönhetően nagy az igény a programra. A település ebben az évben több mint 7 milliárd forintból gazdálkodik, ebből mintegy 4,5 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre 2019-ben. Nem megszokott hazánkban, hogy egy Nyírbátor méretű település bérlakás programba kezd, közölte a polgármester. Máté Antal hozzátette, a rendszerváltás idején lényegesen nagyobb volt a bérlakás állomány Magyarországon. Az önkormányzatok azonban akkoriban értékesítették a bérlakásaikat, hogy forráshoz jussanak. Ennek köszönhetően nem csak a kis, hanem a nagyvárosokban is lecsökkent az ilyen épületek száma. Nyírbátorban az elmúlt években azonban újra megnőtt az igény a bérlakások iránt. Erre évek óta próbál reagálni a városvezetés. Elsősorban, ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy munkavállalóknak épül. Tehát az elmúlt évek ipari beruházásainak köszönhetően ma már nagyon-nagyon sok településről járnak Nyírbátorban dolgozni az emberek. Alapvetően két célközönség van. Az egyik klasszikusan a Nyírbátorban élő fiatalok, akik úgy döntenek, hogy elhiszik és el akarják kezdeni az életüket ott a településen. Van ehhez megfelelő munkahely, megfelelő életkörülmények. De nyilvánvalóan az országos kormányprogram, a különböző támogatások, lakásvásárlás és lakásépítési támogatások nem mindenki számára érhetőek el, és mi nagyon szeretnénk, hogy mindenki, aki látja a jövőjét, a boldogulását a településen, az a lakáshelyzetét is meg tudja oldani, és ebben ezek az új bérlakások, ezek az épülő bérlakások egy plusz lehetőséget, egy új lehetőséget biztosítanának. 3 évvel ezelőtt sikerült meghozni azt a döntést, hogy a Szénaréti tó melletti területen építik majd fel a bérlakásokat. Ez egy új lakórész lesz a városban, ahol más lakások is épülhetnek majd a jövőben. A bérlakás program első üteme nyáron kezdődik. Ez alapján jövő év őszére 70 önkormányzati lakás épül meg Nyírbátorban. A városvezetés azt szeretné, ha saját tulajdonú ingatlanok is épülnének a jövőben a bérlakások mellett, akár sor vagy kertes családi házak is. A település ebben az évben 7,5 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik. A település stabilitását jelzi, hogy kiegészítő állami támogatás nélkül működik a város. Nyírbátor az elmúlt évek gazdasági növekedésének köszönhetően szerencsére jutott odáig, hogy ma már saját bevételekből, saját beruházásokból is befektethet a jövőbe. Tehát nem csak és kizárólagosan Európai Uniós forrásokból vagy központi kormányzati támogatásokból, hanem saját bevételeiből is tud olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami mondjuk pályázatból nem valósítható meg, de ugyanakkor ahhoz, hogy egy komplex városfejlesztés jöjjön létre, ahhoz mindenképpen források szükségesek, például ez a bérlakás is ilyen, hiszen ehhez se pályázat, se uniós forrás nem érhető el. És ezért is rendkívül fontos, hogy a mi költségvetésünk, ami nagyságrendileg 7,5 milliárd, de az a város méretéhez képest egyébként kifejezetten magas, ennek több mint a fele fejlesztési, beruházási tételeket jelent, tehát 3 milliárdos működés mellett nagyjából 4-4,5 milliárdos beruházást valósítunk meg ebben az évben, de nyilvánvalóan ennek rengeteg olyan háttere van, például 1 milliárd csak az ipari park fejlesztés ebből a költségvetési tételből, ami, ahogy a beszélgetés elején is zajlott, vagy hallatszott, ez igazából a jövőre előremutató beruházások, annak érdekében, hogy 5-10 év múlva is meglegyenek azok a fejlesztési lehetőségek, ami a város jövőjét megalapozza. Máté Antal azt is hozzátette, az önkormányzat által kialakított terület 6-700 lakás vagy ház kialakítására elég, 10 év alatt pedig be is telhet az új lakórész. A kereszténység legfontosabb ünnepe a húsvét, de a valláson túl a tavaszvárás időszaka is. Az országgyűlés 2017-ben munkaszüneti nappá nyilvánította a nagypénteket, így már 4 napos ünnep a húsvét. Az ehhez köthető szabolcsi tradíciók megjelennek az öltözetben, a gasztronómiában és a szokásokban is. A nagy héten egyre hangsúlyosabbá válnak az ünnepi szokások, elkezdődik a készülődés, amelyben nagy szerepet kapnak a hagyományok,
Ezek mellett azonban a lelki felkészülés is elkerülhetetlen. A húsvét ugyanis a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Az ünnepkörnek már egészen korai jelei is vannak a történelemben, a régészek több 7. századi avarkori sírban is találtak már festett tojásokat, mesélte a múzeológus. Az anyukák, keresztanyukák már gyűjtötték a tojásokat, és nagypéntek napján már készítették, írták őket. Maga a tojás pedig mitológiai elem is, az élet szimbóluma, ami azóta is a húsvét egyik jelképe. Ebben van egy kis kontraszt, hogy nagypénteken Krisztus halála napján már előre utalunk a feltámadás ünnepére, és ilyenkor készítik az élet szimbólumát, a hímes tojást is. Nagyon nevezetes megyénkben az írott tojásoknak a különlegessége, nagyon színes és változatos motivumokat használnak. A Szatmár és a Beregi vidék az, illetve még talán a Nyíri mezőséget említeném, ahol szép hímes tojásokat készítenek, a beregi aranyporos hímes tojást talán mindenki ismeri. A húsvéti tojásokat számtalan módon lehet díszíteni, akár olyan realisztikus motívumok is megjelenhetnek, mint a feltámadás története. Ezeknek mind különös jelentése van, például a geometrikus és virágmotívumoknak is. A virágok és a búzakalász egyaránt az életet szimbolizálják. A húsvéti ünnepkör másik fontos eleme az étel. A 40 napos böjt a húsvét kezdetével ér véget. Innenkor azért az ételekről is szót kell ejteni, hiszen még a locsolkodás megelőzően húsvét vasárnapján a katolikusok, a római és a görög katolikusok elkészítették a szenteléshez a húsvéti kosarat. Ez a vesszőből font kosár méretétől is függött, ez az embereknek a vagyoni helyzetét is reprezentálta, hogy milyen nagy volt, illetve hogy mi mindent tettek bele. Egy-egy ilyen kosárnak a tartalma, legfontosabb eleme az maga a pászka volt, amit sokszor kevernek a zsidóknak a pászkájával, bele a Pészak szóban ered a pászka szó, mi azonban itt a megyénkben a kalácsot értjük ez alatt. Krisztus testét szimbolizálja, illetve a díszes görögkatolikus pászkáknál minden egyes díszes elemnek, rózsáknak, S-alakú kis vonalaknak jelentősége van, amely Krisztus halálától feltámadásáig mutatja be a szimbólumok által a szenvedés történetet. Kevesen tudják, és talán Szabolcs megyében sem elterjedt hagyomány, hogy húsvét úgynevezett harmadnapján a lányok mentek locsolkódni. Az ünnepkör a fehér vasárnappal, a húsvét utáni első vasárnappal fejeződik be. A hagyomány szerint ilyenkor komatállal várták egymást a közeli barátok, a megvendégelésnél a komatál nagysága is fontos volt, minél bőségesebb ellátással készültek a vendégek fogadására, annál szorosabb volt a barátság. Jó ütemben halad a közel 500 millió forintos református templom építése Örökösföldön. A gyülekezet saját felajánlásaiból, valamint a kormány mintegy 450 millió forintjából épül a városrész harmadik temploma. A tervek szerint 2020 év elejére befejeződik az építkezés. A jövő évi húsvéti istentiszteletet már az új templomban szeretnék megtartani. A Szalag és Törzs utca kereszteződésében épül Örökösföld harmadik temploma a református gyülekezet számára. Néhány évvel ezelőtt adták át a római és a görög katolikus templomokat a városrészben. A három épület egy közös tulajdonsággal is bír. Mind három templomot, a görög katolikus, a római katolikus és most az épülő református templomot egyaránt Kulcsár Attila építész tervezte. Úgyhogy egy nagyon sajátságos és különleges adottsága ez a városnak, meg magának az építésznek is azt gondolom, mert kevés építész mondhatja el magáról, hogy egy városon belül három templom és egy ölelésben ráadásul. Úgyhogy ennek szívből örülünk, annak meg különösen, hogy a tervező úr a református egyháznak a oszlopos tagja, aki minden vasárnap nem csak rajzolja, álmodja a templomokat, hanem használja is, tehát jelen van közöttünk a közösségben. Az Örökösföldi Református Közösség 18 éve alakult, jó néhány éve már a Vescsik Vilmos középiskola aulájában találkoznak. A templom építésének tervezési folyamatai 3 évvel ezelőtt indultak el, de parókia és gyülekezeti ház is épül a Nyíregyháza Örökösföldi Református Közösség számára. A templom építése jó ütemben halad, az épület torony magassága a 30 métert is eléri majd. A templom 250 ülőhelyesre lett tervezve. Nyilvánvalóan ez egy templom belső világánál mindig egy kicsit mobilis, tehát lehet több is a létszám, hiszen egy gyülekezeti ház, gyülekezeti központtal
egybe tervezett épületről van szó, ami azt jelenti, hogy egy tágas aula köti össze a templom teret a gyülekezeti élet egyéb funkcióit segítő terekkel. A beruházást elsőként a gyülekezet támogatta, több millió forintot összegyűjtöttek, ehhez kaptak nagymértékű állami segítséget. A kormány az építési és fejlesztési keretéből, a Magyar Református Egyházon keresztül, a tiszántúli egyházkerület jóvoltából 450 millió forintnyi forrást biztosít a templom építésére. A tervek szerint a következő év elejére befejeződik az építkezés. A jövő évi húsvéti istentiszteletet már az új templomban tervezik. Több mint 27 ezer alkalommal jelzett ittasságot az alkoholszonda a tavalyi évben. A rendőrség rendszeresen szűri a bódult állapotban közlekedőket a közúti ellenőrzések során. A sofőröknél Magyarországon a zéró tolerancia van érvényben, ennek megfelelően semmilyen alkoholt nem fogyaszthat az, aki a volán mögött ül. Az ünnepi időszakban fontos arra is figyelni, hogy az előző nap elfogyasztott alkohol másnapra biztosan távozzon a szervezetből, mielőtt újra autóba ül a sofőr. Jócskán fellendül a szállodák forgalma húsvétkor, miközben sokan már nyári utazásukat tervezik, foglalják, bár az eddigi érdeklődések alapján idén valamivel kevésbé kedvelt úticél Horvátország, a tengerpartról továbbra sem mondanak le a magyarok. Ahhoz, hogy minél többet megspóroljunk a nyaralás árából, érdemes mielőbb foglalni. Sokan még csomagolnak, mások már útra is keltek. Az egyik legfrekventáltabb időszak a turizmusban a húsvét. Belföldön a wellness szállodák a legkeresettebbek a hosszú hétvégén, amelyek jellemzően már hónapokkal az ünnep előtt kiteszik a megtelt táblát. Rengetegen választják ilyenkor a Dunakanyart, Hollókőt, illetve a többi húsvéti programokat kínáló helyszínt is. Külföldön pedig a buszos utazások a legnépszerűbbek ebben az időszakban. Nagyon szeretik az utasaink tapasztalataink alapján a 3-4-5 napos külföldi autóbuszos programokat. Ide tartozik például Horvátország, Isztriai kiskörút, nagyon szívesen utaznak Csehországba, Szlovákiába, nagyon jó kis programok vannak Aranypraga elnevezéssel, amik egy rövidebb időtartalmú utazás, de egy kényelmes hosszú hétvége belefér, és gyakorlatilag nem kell a konyhában sűrögni, forogni. Közben már az is körvonalazódik, melyek az idei nyár legkedveltebb úti céljai határainkon kívül. A saját autóval vagy busszal utazók közül a legtöbben horvát, olasz és görög országba foglalnak utat, de hozzá kell tenni, hogy az előfoglalások alapján az Adria idén úgy tűnik veszített népszerűségéből. Igaz, közelsége miatt sokan az utolsó pillanatban döntenek az ideutazásról. Repülős utaknál pedig sokan a debreceni indulást részesítik előnyben. Ők főleg török és Spanyolországba, Bulgáriába, Egyiptomba, Máltára és Ciprusra mennek szívesen. Ilyen távoli utaknál sokat jelentenek a kedvezmények, ezek mértéke ugyanakkor a nyár közelettével egyre kisebb. A legnagyobb kedvezmények január 31-ig, utána február 28-ig, majd március 31-ig éltek, viszont aki szeretné a nyaralását biztosan tudni, érdemes még most is foglalni. Nap mint nap kapjuk az akciós e-maileket, hogy mely szállodák milyen kedvezményeket dobnak ki, és jelentős árkedvezménnyel tudják utasaink lefoglalni a nyaralásukat, úgyhogy még nem csúsztunk le semmiről. Már csak azért is érdemes mielőbb foglalni, mivel az elmúlt évekhez képest idén igencsak megugrottak az árak. Törökországban például 20-30%-os volt a drágulás. A szakértő szerint azonban remek ajánlatokat mindig el lehet csípni, főleg a tengeri hajóutaknál jellemző, hogy nagy gyerek kedvezményt kínálnak, van, ahol a 18 év alattiaknak teljesen ingyenes a szállás és az ellátás. A MÁD-FC végzett az élen az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által koordinált regionális férfi felnőtt futszál bajnokságban. A második helyet a MEAFT szerezte meg, a harmadik helyen a Debreceni Sportcentrum együttese végzett. Legjobb megyebeli együttesként a Csenger futszál Beregvidék a negyedik helyen zárta a bajnokságot. Három megye 12 csapata vágott neki az elmúlt év őszén az NB3-nak megfelelő regionális bajnokságnak,
amelyet a legutóbbi szezonhoz hasonlóan az M1 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága szervezett. Mivel Levelek visszalépett, végül 20 forduló döntött a helyezésekről. A két első helyezett csapat számára még hátra vannak az osztályozók, amelyeken kiharcolhatják az NB2-be jutást. A tavalyi évhez hasonlóan idén is rendben lezajlottak a regionális küzdelmek, szintén ugyanúgy az előző kiíráshoz hasonlóan Borsod és Hajdú csapatok is részt vettek ebben a bajnokságban. 6 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, 3 Borsod-Abaúj Zempléni és 3 Hajdú-Bihar megyei csapat vett részt a mostani NB3-as vagy ugye Északkeret regionális felnőtt futsalbajnokságban. A csapatok oda-visszavágós rendszerben játszottak, október végén kezdődött a bajnokság, és nem olyan régen ért véget. Viszont ugye az első két helyezett csapatra még a három rájátszás, hiszen az országban összesen ugye 6 régiós ilyen NB3-as bajnokság van, és mivel nálunk elég sok csapat indult, kimagaslóan sok, így ebből a régióból az első 2 helyezett vehet részt a rájátszásba, ahol egyébként 8 csapat kerül be, és végül onnan majd a rájátszásból kerülhet fel a legjobb csapat az NB2-be. Mint Vaka Árpád elmondta, a megyében van NB1-es és NB2-es futsal csapat is, a regionális bajnokságban azonban nagypályás játékosok rúgják a labdát. Ezeket a csapatokat 100%-osan nagypályás labdarúgók alkották, nincsen olyan, legalábbis nem tudok olyanról, aki csak futszálozna. Minden egyes esetben az figyelhető meg, hogy szinte 99%-ban a nagypályás csapatoknak ez egy plusz edzés hétfőként, és ugye már ezt nagyon sokan megmondták a komolyabb edzők közül is, hogy egy-egy futszálban, egy-egy kis játékban azért az a nagypályás labdarúgóknak is jót tesz, úgyhogy ezt úgy próbálják beépíteni a nagypályás csapatok, mint edzés. Persze vannak olyan külön olyan csapat ebből a bajnokságban is, aki a futszára épít, viszont azok a játékosok is nagypályáznak. A MÁD FC, a MEAFSZ és a Debreceni Sportcentrum mögött legjobb Szabolcs-Szatmár Bereg megyei csapatként a Csenger futszál Beregvidék zárt a negyedik helyen. A csengeriek adták a gólkirályt is, Dávid Róbert 50 találattal bizonyult a legeredményesebb játékosnak. Megszerezte 15. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttes az NB2 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 78-38-ra verte a békési SSK csapatát. A nyíregyházi kosarasok legközelebb jövő héten Kiskunfélegyházán lépnek pályára. A középmezőnybe tartozó békésiek ellen jól kezdte a mérkőzést a házigazda, az első 10 percet 25-6-ra nyerte a Sunshine Nyikse. Ez meg is alapozta a nyíregyházi sikert, ráadásul nagyszünetig újabb 20 pontot tett hozzá előnyéhez Kovács Tibor együttese. A szakember sok lehetőséget adott a fiataloknak, akik éltek is a bizalommal. A harmadik negyed ugyan 6 ponttal a vendégeké lett, a záró 10 percben viszont visszaállt a különbség, és végül kiütéses, 40 pontos győzelmet aratotta valamennyi játékosát pályára küldő Sunshine Nyikse. Összességében a különbség az nagyobb volt, mint ahogy a táblázaton elfoglalt helyezések alapján számítani lehetett. Azt tudtuk, hogy egy szervezet és egy képzett játékosokból álló kis fiatal csapat, akik kiegészülnek 2-3 rutinosabb játékossal. NB1B piros csoportjában szerepel a Békésnek az első csapata, többen játszanak a felnőtt csapatban is, egyrészt a szabályok miatt kötelező fiatalkorú játékos is játszatni, illetve ott edzőnek is már van 2-3 nagyon jó és ügyes, tehetséges játékosuk. Természetesen arra készültünk, hogy itthon úgy győzünk, hogy a lehető legnagyobb különbséggel, és amit szem előtt tartva, hogy mindenki játék lehetőséghez jusson. A Sunshine Nyikse győzelmével megelőzte az egy meccsel kevesebbet játszó Deac Campus Fesztivált, és fellépett a tabella harmadik helyére. Kovács Tibor szerint az alapszakasz végéhez közeledve fontos, hogy meccsről meccsre javuljon a csapatjátéka. A legfontosabb az, hogy itt a munkatanulás mellett, és sajnálatosan mindig van kisebb-nagyobb sérültünk is, több játékosnál is előfordult az utóbbi időszakban. Szeretnénk a lehető legtöbbet nyújtani a realitásokat figyelembe véve. Most én úgy látom, hogy a Cegléd és a Szolnoknak a csapata most jelenleg tudásban, eredményességben előttünk áll. Talán a dobogóra oda tudunk érni, de természetesen nem mondunk le a jobb szereplésről is. Bízom benne, hogy összeérik most még jobban a csapata a hátravédő szakban, és a rájátszásban egy kicsit ütőképesebbek leszünk. A Sunshine Nyikse legközelebb jövő pénteken a tabellán 9. helyen álló Kiskunfélegyház otthonában lép pályára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Még ebben az évben elkezdődik a bérlakások építése Nyírbátorban. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően egyelőre 70 bérlakás épül, de a terv, hogy a jövőben ütemezetten folytatják az építéseket. A település ebben az évben több mint 7 milliárd forintból gazdálkodik, ebből mintegy 4,5 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre 2019-ben. A kereszténység legfontosabb ünnepe a húsvét, de a valláson túl a tavaszvárás időszaka is. Az országgyűlés 2017-ben munkaszüneti nappá nyilvánította a nagypénteket, így már 4 napos munkaszüneti ünnep a húsvét. Az ehhez köthető szabolcsi tradíciók megjelennek az öltözetben, a gasztronómiában és a szokásokban is. Várhatóan 2020 elejére elkészül Örökösföld 3. temploma a református közösségé. Jó ütemben halad a közel 500 millió forintos beruházás, az építkezést a kormány 450 millió forinttal támogatta, valamint a helyi református közösség felajánlásai is nagy mértékben segítik a beruházást. Az Örökösföldi református közösség 18 éve alakult, jelenleg még a Vescsik Vilmos középiskola aulájában találkoznak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 19-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!